Szárvusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban áhoztalak titeket a Sufniba, az Erákhez, amelyik a Serkóval, az Endurós videókon a Serkóval szokott motrozni. Róla kell tudni, hogy egy motorgyűjtő, és bemutatok nektek néhány érdekességet ma. Remélem élvezni fogjátok, valami kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel, aztán próbálok válaszolni. Na srácok, bemutatom, hogy nap mint nap miközött forgunk, miközött mozgunk, honnan tudunk ennyit a motrokról. Na, ezeket érdemes megnézni, csinálok egy kicsi fényt. Ez egy 40-es évekbeli érdekesség, gondolom felismeritek. Már akkor rajta volt a boxer motoros gyönyörűség. Másköt is gondolom sokan felismeritek. 600-as MSU 750-es BMW. Csomó apróság. Ezek között is van, amelyik nem mai darab. Gumi. Mindenféle fajta méretben. Bobby. A vadendúrós. Itt is. Láthassátok, minden egyéb nincsen. Csak ócska. Csak motorbicikli. Gumi. És autó. Srácok, biztos azt a szép sárgát is sokan ismerik kezületek. Az egy finom mobra, brassai számból. Igen. Ezt is gondolom ismeritek. Vadendúrósok sokan ezzel kezdték. Moto Morini. Amúgy van. Itt látjátok. Egy szép Simpson. Ő itt Csavika. Teljes idő. Ilyesmiket kerestél egy időben. Na jó, akkor haladunk tovább. Itt még a szemétben is egyéb nincsen, csak motor, motor, motor. Utána itt még töltésnek is motor van használva. Hát csak mutatom, hogy mi váltéted az udvart. Na. Itt egy ilyen gyönyörűség. Minden sarokba találunk itt Bominál valami érdekességet. Itt megint biztos a lámpájára, ahol felismeritek. Ez egy a hátsónak egy fiatalabb testvére. Itt egy Yamaha BMW, csak kicsit rest vagyok kicsomagolni őket, de láthassátok, nagyon szép. Ezek mind működőképes, nagyja, minden szép. Egy kicsit porosok, mert rég nem voltak. Kivéve, de ezek mind működőképes. Működőképes motrok. Ott van a vadőr. Ez. Nem elünk meg senkit. Itt van a kincs, a 300-as serkó. 300-as serkó, mivel az öreg több videón már láthattátok, de vannak itt már modernebbek is. Yamaha 426, Honda XR,
400, a vegánt is, ha nézitek, akkor innám motrozik, egy ugyanilyennel motrozik. Itt megint egy Honda. 500-as, az aftér 500-as, tehát együtt hoztuk volt, ez az. Nagy utat tettünk, rengeteg, rengeteg jó motor van. Bár mi van még, egy Honda, XR, VR, 450-es, 2009-es VR, 426-os Yamaha, Sherco, csomó kincs, úgyhogy lássátok, hogy nap mint nap motrokkal foglalkozunk, úgyhogy főleg az öreg. Ezekkel alszik. Itt megint egy BMW. Ez egy szép tulipán. Igen, ez egy szép tulipán. Igen. Szépek. Az öreg nagy BMW is volt valamikor, tiszta BMW-kkel van, úgyhogy a legrégebbitől a legújabb, igen. Csak az a motorbicikli, az a többi csak motorkág. Igen, azt mondja, csak az a motorbicikli, a többi az pedig csak... Igen. Látszik. Mennyi ezzel még volt járva, mikor tavaly össze. Szabi, Szabi, igen, tavaly össze. Motoros felvonuláson ezzel azzal. Na. Itt. Régi meghalt Pannónia. Igen, egy Pannónia. Ennek hol vannak az alkatrészei? Ott a vezérben. Ez is egy Bobinak egy, Bobinak egy projektje. És hogy itt mindenütt csak alkatrész. Vedrekben alkatrész, a sarokban egy gumi, polcon egy szemüveg, és ott vannak a fiatalkori dresszáik. A gardob. Igen. Mostanában úgy veszem észre, hogy ára szép pirosra fog kerülni. Készíti magának telepre. Igen. De sok minden érdekesség van, úgyhogy ott a vedehetben a Pannónia. Na, srácok, remélem valami érdekességet láttatok, hallottatok, részlegesebb leírásokat a motrokról nincs, mit adjak, csak meg akartam mutatni, hogy haveri kollégám milyen motrok vannak. Hogy? Egy EMV. A sarokban egy EMV, úgyhogy 51-ből, igen, úgyhogy sok érdekessége van az öregnek. Remélem éveztétek, láttatok valami érdekes dolgot. Nap mint nap, hogy mivel töltsük a... Ott is egy motor, egy újabb motor szétszedve. Hengerfáj, szelepdekni, szelepek. Nap mint nap csak ezzel foglalkozik. Én is ezzel foglalkozok, úgyhogy el tudjuk tölteni az időnket. Igen, se bodegával, se szerezéssel. Egy élmény volt. Jövő héten pedig találkozunk még. Szervusztok!